kedves testvéreim! Most viszont megáldom a Ferkó Zoltánnak a bicikliét, jól működjön az úton, de egyben pedig az áldást is adom őre, hogy a jó Istentől erőt is kapjon erre a nagyon nehéz feladatra. Isten kegyelme kísérjen téged az utadon. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áld meg szent áldásoddal, és oltalmaz gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezt a járművet, biciklit. Add, hogy amikor szolgád ezek használatával járja a földi élet útjait, ugyanakkor törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében mindig előbbre haladva eljusson egykor az örök hazába Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rá kerékpára és a vezetőjére, aki irányítja, hogy Isten kegyelme védelmezzen téged. Amen. Jó. Isten áldjon is. Boldogság a szűz anyánknak, mint magyar a koszonyának. Fején áldoztat hazánkat, szenteltebb koronánkat. Mindenkit szeretettel köszöntök. Nehéz egy pár szóba elmondani a mi ügyes bajunkról, a magyar miséről valamit is. Azt szeretném elmondani, hogy már 17 éve visszakaptuk a kiáltási jogunkat, és azóta is kiáltozunk, de nem nagyon találunk meg hallgatásra. Természetesen vannak változások otthon, és reméljük, hogy jobb is lesz, de még mindig nem hallgathatunk magyar misét a saját templomunkba, Pusztinába. Ezért mindent elkövetünk, és mindenkinek a segítségét kérjük, aki valamit is tud tenni ez ügybe, segítsen bennünket. A legnagyobb segítség mindenki részéről, hogy imádkozzanak ügyünkért. Azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk az arándokoknak, akik elindulnak Rómába, hogy így módon is támogassák a mi ügyünket. Nem könnyű otthon lenni nekünk, de szívesen viseljük azt, ami ránk van mérve, hiszen Isten terveit nem ismerjük. És ez ad erőt, hogy éljünk ott, ahol megszülettünk, de higgyék el, mi is szeretnénk magyarként és magyarul élni. Kérjük, segítsenek, ha tehetik, imáikkal. Március 1-én beszélt Zoli először erről a tervéről, tehát 52 napunk volt összesen, hogy elékészítsük ezt a 3000 kilométeres utat, és még 40 napunk van azért, hogy minden reggel úgy ébredjünk, hogy biztonságban és egészségben térjen haza. Ez 6 ember életéből összesen 550 nap. Egy ember élete közel 30 ezer napból áll. 15 milliónyi magyar ember élete 450 milliárd napot tesz ki. 450 milliárd lehetőség arra, hogy tegyünk egymásért. A jótékonyság nem a gazdagok kiváltsága. A jótett lehetősége minden nap ott vár ránk. A sors elénk teszi a lehetőségeket, és szabad döntésünk jogán élünk vele, vagy tovább lépünk. Minden napunkkal leteszünk egy kis fehér követ egy oltáron. Legyen az a saját egónk oltára, vagy az önzetlen szereteté. 30 ezer kis kő fog minket emlékeztetni életünk végén, hogy miért is halogattuk mindig másnapra a cselekvést. Hogy miért fásultunk bele a mindennapokba, a létfenntartásba, az önállításba. Bármikor kiszállhatunk a mókuskerékből, ha elhisszük, hogy lehet másképp is. Zoli elhitte, felvállalta az érzéseit. Kiállt azért, hogy fontosabb számára, hogy tegyen barátaiért, mint a karrierje. Hogy fontosabb ez az érzése a rációnál. Ma elindul, s 40 nap múlva egy másik embert fogunk itt a Bazilika lépcsőjén üdvözölni. Meg kell majd küzdenie nem csak a kilométerekkel, a hegyekkel, esővel, kamionokkal, de saját magával is.
saját korlátaival, fáradtságával, hitének gyengülésével egy rossz nap után. Mégis az ő hite volt az, ami miatt ez a kis csapat meg tudta szervezni a zarándoklatot kevesebb, mint 2 hónap alatt. Az ő hite és elszántsága mozgatott meg minden követ eddig is. Sokan kérdezik és kérdezték, hogy mi értelme ennek az egésznek. Hogy egy ember magányosan végigteker 3000 kilométert. Lesz-e eredménye? A válasz csak Isten ismeri, de Zoli letesz 40 kövecskét az önzetlen szeretet oltárán. Mi, akik itt állunk most a bazilika előtt és támogatjuk ők, mellé rakjuk a mi magunk is köveit. S talán eljön a nap, amikor akkora hegy épül föl a szeretet köveiből, amelyet már nem lehet figyelmen kívül hagyni, amely nyomalatban. De addig a napig is azt mondom, megéri, eddig is megérte. Ha akár egy ember is megérzi, mit jelent másokért tenni és élni, megérte. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind Galilea beliek, akik ott beszélnek? Hogyan hallja át őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Írja a Szentírás. A Román Köztársaság alkotmánya az általános elvek között a 6. cikkben az identitáshoz való jog leszögezi. Az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára az etnikai, nyelvi, kulturális és vallási identitás megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez való jogot. Végül az Európa Tanács 1978-as jelentéséből egy mondatot hadd olvassak föl, ezt 2001. május 4-én adták ki a csángó kisebbségi kultúráról. Lehetővé kellene tenni a római katolikus szertartásokat csángó nyelven a csángó falvak templomaiban, és a lehetőséget, hogy a csángók a saját anyanyelvükön énekeljék egyházi énekeiket. A jelentés még az elején leszögezi, hogy a csángók nyelve magyar nyelvjárás. Ezért indul útjára ez a zarándoklat, ezért szeretnénk, hogyha végre moldvai csángó magyar testvéreink is magyarul anyanyelvükön vehessenek részt egyházi szertartásokon, hallgathassanak a misét. Köszönöm, hogy eljöttek, és remélem minél többen csatlakoznak majd. Köszönöm. Mária tiszteletére, akik ide jöttetek, Szűz Mária szent fejére, szép koszorút kössetek, Szűz Mária, mennyek gyöngyel, ott áldásod éveidre, drága látos szent kezedre, ölelj működ kebledre. Ezt a csapatot majd. Harangszóra 2-kor elindulunk, vagyis ők elindulnak kerékpárral.